A tegnapi és a mai álmokkal együtt atyánk megajándékozott 5 darab új álommal, és hát ebből csak egyet értek még, de hiszem, hogy atyánk, ha nem is most, de majd később ki fogja jelenteni, hogy ezek mit is jelenthetnek meg. Ebből az 5 álomból 4 darab úgy olyan volt, hogy nem is tudnám elmondani, tehát inkább ilyen személyesebb álmok voltak, de az utolsó álom az így, azt így többen érthetik. Megint csak egy figyelmeztetést kaptunk édesatyánktól a közelgő veszedelemről. Azt láthattam, hogy itt, ahol én lakom, Magyarországra a közelbe 3 darab bombát dobtak le az oroszok, és még a tévében is láttam, a híradóban is láttam, hogy mi történik, és mindenki teljesen megijedt, mert teljesen hirtelen ért mindenkit, és hát minket úgy annyira nem, mert ugye az benne volt az álomban, hogy akkor már kaptunk Istentől útmutatást, és hát mi is úgy elkezdtünk pakolni, meg így összeszedtük magunkat, és volt egy ilyen közös helyiség, ahol le lehetett fürdeni, mert ugye minden, a víz, meg az áram, meg mindent lekapcsoltak. És a városnak volt egy ilyen külön helyisége, egy külön ilyen fürdője, ahol mindenki zuhanyozhatott, és mosakodhatott meg, ami úgy szükséges. És azt láttam, hogy mindenki még mindig magával foglalkozik, és még mindig sminkeli magát, és így teljesen le voltam döbbenve, hogy tényleg még az embereket ez érdekli. És amikor ilyen helyzet van, mindegy, és utána, minthogyha, hát nem tudom, atyánk sokszor mutat az álmomban zombikat, és minthogyha elkezdődött valami invázió, valami zombi invázió, és a katonák megjöttek, hogy megmentsenek minket, és be akartak volna minket vinni valamilyen bunkerba, ilyen megmentés címszó alatt, de tudtam, hogy valami nem stimmel, és az álmomba is Istentől kaptam megérzést, hogy ne menjetek, és ugye felszálltunk, és pont az ajtó előtt voltunk, a bunkernek az ajtaja előtt, és mondtam anyának, hogy nem mehetünk le, és leugrattunk gyorsan az autóról. És felfutottunk egy emeletes háznak a tetejére, és ott bújtunk el. És ugye egyfolytában jöttek oda így normális emberek is, akik így nem voltak megfertőzve, és ővelük úgymond harcba szálltunk azokkal, akik úgy, mint hogyha meg akartak volna minket enni, tehát ezek az ilyen emberek, akik olyanok voltak szinte, mint a zombik, így, hát meg akartak minket enni, tehát amikor láttam, hogy valaki elkap valamilyen embert, akkor láttam, hogy megharapja, és beleharap, és mondom, teljesen ezek az emberek olyanok, mint hogyha zombik lennének, és ugye elbújtunk, és láttam, hogy ugye, hát ez, mint hogyha az éhínséget jelentette volna, és láttam, hogy nekünk van ott egy asztal, ahol gőzölög a mindenféle hurka, meg krumpli, meg minden finomság, és még így meg is lepődtem, hogy az emberek keresik az ételt, és másokban keresik, és közben nekünk meg fel van kínálva minden étel, tehát még gőzölög, tehát teljesen frissen és ropogósan. És ennyi volt az álom.
És ez egy nagyon érdekes és nagyon összetett álom volt, de egyszerűen egyből értettem. Atyánk olyan egyszerűen mutatta ezt az álmot, hogy egyből értettem. Hát ugye közelgő veszedelemről szól, és ezt láthattam, hogy ugye az oroszok ide is elértek, és elkezdtek itt is bombázni. És az még ment a híradóban. Aztán utána ugye lekapcsolták az áramot, vizet, mindent. És az emberek még mindig, ugye azt, hogy láthattam, hogy volt egy ilyen közös fürdőszobaszerűség, és ott mindenki sminkelt. Azt mutatta, hogy az emberek még mindig magukkal vannak elfoglalva, amikor valami nagyon fontos dolog közeleg, valami nagyon kemény dolog, és nagyon rossz volt látni így. Mert én is ugye ebbe benne voltam, de hála a mennyei jó atyánknak kihozott belőle. És most, hogy ilyen kemény dolgok közelednek. Nem tudom. Mindegy, ezzel menjünk tovább, és ugye jönnek majd azok, akik a katonák, hogy minket megmentenek, mert minthogyha én tényleg nem tudom, hogy ki hallgatja ezt, de aki oltott és még nem fordult Istenhez, az most forduljon, mert mindenki tudja, hogy Isten mindenható és képes az emberek vérét megtisztítani. Jaj, hány emberről hallottam utitársunk, akinek ki lett tisztítva a vére az oltásból, atyán kitisztította. És minthogyha az oltott embereket jelképezte volna ez az eszeveszettség, ez a nyomorúság. Voltak olyanok, akik csak kézzel mentek, mert a lábuk az már teljesen el volt halva. Tehát, mintha elveszették volna teljesen az eszüket, tehát, vagy a lelküket, vagy nem tudom, tényleg már csak a húsért éltek. És ezért mutatta atyánk, hogy zombik. És ugye jöttek a katonák, hogy majd minket elvisznek egy bunkerbe, és ott majd ott minden rendben lesz. Aztán jött atyánktól az érzés, hogy nem mehettünk velük. És az utolsó pillanatban leugrottunk mi is az autóról, ahol ugye vitték a nagy, nem nagy tömeget, de azért akkor már így mentegették az embereket, és mi is ott voltunk. És leugrottunk anyukámmal, és ugye felmentünk egy emeletes háznak a tetejére, és még az ajtó is elromlott, tehát jöttek úgy be. A normális emberek is, meg azok az emberek is, akik lélektelenek voltak, és ugye az éhínséget azt mutatta, hogy ezek az emberek még az embereket is képesek voltak megenni. És csodálkoztam, hogy nem vették észre, hogy ott gőzölög az étel, a krumplipüré, a risotto, minden finomság volt ott, és még úgy csodálkoztam is, hogy mi ezt látjuk, de mások nem. És ez pedig a lelki eledel, amit atyánk megad azoknak, akik az ő gyermekei, és őt választották, és ők tényleg nem fognak semmilyen éhséget érezni, és nem fognak semmilyen hiányban szenvedni, sem testileg, sem lelkileg. Úgyhogy az atyánk óv minket a szárnyai alatt, még akkor is, és mindig is óvni fog. Nekünk csak ki kell tartanunk. Úgyhogy aki nem szeretné a lelkét elveszteni, és nem szeretne ilyen sorsra jutni, hogy félnie kelljen, és forduljon Istenhez személyesen, mert a személyes kapcsolat az a legfontosabb. Isten áldjon. Sziasztok!